Megszületett a Dajcs Tamás vezényletével lezajlott internetes nemzeti konzultáció legfontosabb eredménye, ami úgy néz ki, hogy jövő január 1-től érkezik a úgynevezett digitális jólét alapcsomag, ami 15%-kal lesz olcsóbb, mint az egyébként elérhető legkisebb áru internetcsomag. Na most ez azt jelenti, hogy például egy 200 megabájt adatforgalmat, ugye ez egy YouTube videónak az eleje körülbelül, tehát egy 200 megabájtos adatforgalmat biztosító csomagnál lehet mondjuk 100 forintot spórolni havonta. Én nagyon szeretem az internetet, mint online újságíró, de vannak kétségeim, hogy ezzel fogjuk lekörözni a svédeket. Úgyhogy segítsünk Dajcs Tamásnak, legalább próbáljunk valami normális nevet adni ennek a újszülöttnek. Ti hogy hívnátok ezt az új csomagot? De Tompika ne akarjon nekünk digitális szabadságot adni, mert nem vagyunk rászorulva főleg tőle. Az ingyenes internet ma ugyanolyan jog, mint amilyen a felaszfaltozott járda, amin eljuthatunk akárhova. Az alanyi jogú hozzáférés az internethez a 21. században egy állampolgári jog. És nehogy már úgy hívják, hogy Tompika szabadságprogramja a digitális szabadságért. Köszönjük, nem, így nem.